Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámon, a mai nap folyamán ezt a Double Shock P3 wireless controller fogom kibontani. Ez azt jelenti, hogy mai nap folyamán így megláttam ezt a kontrollert, gondoltam, hogy megveszem a PS3-omhoz. Rá volt írva, hogy wireless controller, ez egy official wireless controller, és van benne 6-axis motion sensing control, de az a baj sajnos, hogy nincsen benne. Úgyhogy ilyen másodlagos kontrollernek vettem meg, az annak jó lesz. Van benne nagyon sok színű, fehér, piros, kék, ilyen aranyozott, itt vannak, hogy milyen fajta színűben van. Nekem ez a fekete van, fekete jutott. Ennek a lényege az, hogy természetesen van egy úgynevezett kábel, amivel csatlakoztatni kell ezt a kontrollert a PS3-hoz, és utána már működik. Mik vannak rajta? Megtalálható minden benne, ami egy Double Shock kontrollerhez szükségeltetik. Viszont sajnos motion sensor, mert néhány játék ezt sajnos, majd nem sajnos, néhány játék támogatja tulajdonképpen, ahhoz ez a kontroller nem jó. Úgyhogy ki is bontom. Ehhez nem jár kábel, de viszont nézzük meg magát a kontrollert. Itt van minden, amire el van írva. Itt van maga a kontroller, analóg karok, itt a P3 gombbal be tudjuk kapcsolni, és utána működik a kontroller, select start, itt van egy USB, hogy tartsam már, hogy itt van az USB, ahova kell bedugni az USB töltőt, ez feltölti a kontrollert, és azt viszont nem tudom, hogy mennyi, hány órán át működik, itt vannak az akciógombok rajta, mint az X, a nézet, a háromszög és a kör. Amúgy másabb egy kicsit, mint az eredeti kontroller, viszont ugye elég jónak tűnik. Majd még ez majd kiderül a vallatásnál, mert most a Call of Duty-t tesztelem rajta. Úgyhogy szerintem nézzük meg, hogy milyen. Na és akkor itt van, itt megnyomtam a gombot, és akkor irányítom a játékot. Amúgy rezegni rezeg, mint egy normál kontroller. A Call of Duty-val simán lehet vele játszani. Ez tölt. Meghaltam. Mondom, ott az világít, hogy... Na, ha elmegy. Fussunk, ide befutok a... Mert ott mutatja, hogy follow. Azt nézem, hogy hol. Úgy de jól nézett ki. Hát ilyen ez a kontroller. Fel tudnám venni a fegyverre, ez nem tetszik, viszont ott van valaki, aki... Na, kövessük akkor. Na, már nagyon lőnek. Keresek. Nem ide, hanem... Na, itt van. Na, ilyen ez a joystick, amúgy elég jó. Ez volt a bemutató, mondom, ezzel a játékkal bemutattam. Lehet vele játszani, lehet vele irányítani, viszont az a lényeg, hogy motion sensor sajnos nincs benne.
Hova kell menni, őt kell követnem. Mit kell csinálni? Ide be kell jönni. Use the remote car. Na, ott van, őt kéne követnem, de viszont hova kéne mennem? Na jó, sziasztok!